kevesen tudják, hogy milyen egyedülálló autósportos gyűjtemény található meg Kazincbarcika közelében. A két gyermekes családapa, Krajnyák Csaba, Ferrari rajongó és kedvenc csapata ruházati termékeit gyűjti az elmúlt bő 20 évből ingeket, jackiket és sapkákat. A már 260 darabra rúgó kollekció Magyarország, sőt Európa legnagyobb csapatruházati magángyűjteménye, amelyet a büszke tulajdonos mutatott be nekünk a családi ház tetőterében. Hát mint minden tinédzser srácnak, nekem is a foci volt az első, mindig, ugye azzal kerettünk, azzal feküdtünk, de egy idő után valahogy az autóversenyzés, annak is inkább ez a formula, a gyors autók valahogy elkezdtek érdekelni, mint fiatal srácot. Ezáltal elkezdtem figyelemmel kísérni a különböző futamokat, eseményeket. Majd jött a 2000-es év, ahol a Mihály Schumacher féle éra a Ferrarinál valahogy megfogott. De hogy miért, vagy hogy, azt nem tudom megmondani. És akkor a munkahelyemtől kint voltam Prágába. Ott a kirakatban láttam a főutcán egy akkori évnek megfelelő inget a kirakatban. Hát bemenni nem mertem bemenni, megnézni, felpróbálni, de mint láttam a kirakatban az árát, szerettem volna nagyon, de hogyha megvettem volna, akkor az elkövetkező két hetet biztos, hogy egy kicsit koplaltam volna, mert olyan ára volt, és akkor megfogadtam, hogy majd veszek magamnak is egyet, ha lesz lehetőségem. Megmondom őszintén, hogy először úgy indult ez az egész, hogy ugye, hogy a Ferrari és Mihály Schumacher. Tehát az azért ott, az nagyon megfogta szerintem minden Ferrari szurkolót és minden Forma 1 szeretőt, aki egy kicsit szimpatizál a Ferrarival, de persze ott voltak különböző ellentétek is, de akkor arra koncentráltam, hogy a Mihály Schumacher érán belüli időszakot próbáljam, hogyha van rá lehetőségem, de 2017-től muszáj volt egy kicsit váltani, mert egyszerűen a többi is részese volt, és már nem tettem meg azt, hogy csak Mihály Schumacher, mert 2016-ban kijutottam Maranellóba, hál' Istennek egy nagyszerű barátom segítségével, és ott a múzeumban a menedzserek mondták, hogy akkor 56 darab volt, és a menedzserek mondták, hogy sok helyen jártak már az országba, és ez a Schumacher kollekció így összerakva, azt mondták, nagyon szép, és ne álljak meg, ha van rá lehetőség, valamint egy kicsit tágítsam a kollekciót. Hát ők, mint hozzáértő menedzserek, így a tanácsukat megfogadtam, és elkezdtem a különböző más évjáratokat, más pilótáktól származó ruházati termékeket lépésről lépésre beszerezni. Tehát a ruhák összetételét és minőségét, valamint a kornak megfelelő vagy régebbi ruházati termékek közt hatalmas árbeli különbség van. Ugye, ahogy említetted, a pólók, az ingek, azok olcsóbbak, mint a jackik, vagy a mellények, vagy a téli kabátok. De viszont már most ez szerintem kinőtte oda, hogy van, akinek mondjuk van egy 2000-be vásárolt jackie, és most ugye 2021 lesz, és a 2000-es jackit ő valószínű, hogy nem olyan áron fogja eladni, mint a nagy közösségi oldalon, ahogy árulják, hanem olcsóbban el fogja adni, hogy megszabaduljon tőle idézőjelbe, mert az akkori divatnak és akkori trendnek az megfelelő volt, de viszont a régebbiek, igen, a különleges darabok, a limitált kiadásúak, amik csak kevés ideig voltak gyárva, a különböző szponzorok és támogatók miatt, ugye a csapaton belül, azok ára az borsosabb, mint az általános termékeké. Hát a legkülönlegesebb darabok, azok mindig az, ami szinte elérhetetlen, és nagyon sok éven keresztül én is azt mondtam, hogy valószínű, hogy nekem nem lesz, mert annyira limitáltak ezek a darabszámú termékek. A előbbiekben említett különböző szponzori és támogatói logók miatt, ahogy el vannak látva. De viszont egy Fernando Alonso idejéből származó vonalkódos jackie, az a mai napig szerintem nagyon ritka darab, és azt egy svájci úriember, aki Svájc és Németország közt ingázott, a feleségem 2 hónap alatt intézte el, hogy hozzánk kerüljön, kedvezményes áron. Ő egy nagyon különleges darab, valamint a hátam mögött látható megint egy 98-as kiadású Ferrari jackie, ami a legutóbbi darab, és ez Magyarországról került hozzánk, a Dunántúlról.
ők is Ausztriába vásárolták, 98-ba, és originál állapotban, tehát a csomagolásban megmaradt, mert ők se hordták, az előbbiekben említett, hogy ciki volt akkor fölvenni, de viszont meg tudták venni, és azóta vigyáztak nagyon rá. Jelenleg a tetőtérben van itt nálunk a családi házunkban a gyűjtemény. A jövőre való tekintettel pedig a családnak és a szimpatizánsainak olyan tervei vannak, hogy folyamatban van egy közös megállapodás, amiről még egyelőre nem lehet beszélni, mert képlékeny a dolog, és azt szeretnénk elérni, hogy Magyarország területén különböző időpontokban és helyszíneken, persze, hogy ez mind lehetséges lesz ismét, akkor kiállításokat szervezzünk egy adott város vezetésével, vagy egy adott cég vezetésével, ahol a jelenlévőknek, hogyha úgy van, akkor tudunk adni jó élményeket és eseményeket. Ebben nagyszerű partner lenne a Ferrari Budapest is, mivel tudnak a gyűjteményről és támogatják. Mr. Lippivel is személyesen beszéltem, és mondtam e fajta terveinket.